Üdvözöljük a hallgatókat, ez a Szex Kultúra Podcast, és a stúdióban hárman vagyunk. Vendégünk Súlyok Viktória, aki nyelvtanár, fordító és a Magyar Aszexuális Közösség egyik alapítója. És ketten kérdezzük, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad először is, Viktória, a meghívásunkat, és egy nagyon izgalmas témáról beszélgetnénk, ami az aszexualitás. Ha az emberek úgy általában ezt a szót hallják, és egyáltalán valami eszükbe jut róla, akkor valami olyasmit gondolnának róla, hogy ez azt jelenti, hogy olyan emberek, akiket egyáltalán nem érdekel a szex, vagy kifejezetten taszít a szex. Mi az aszexualitás a ti definíciótokban, vagy a te definíciódban? Először is köszönöm a meghívást, és másodszor már meg is válaszolom a kérdésedet. Az aszexualitás az nem az, amit te mondtál, és valóban mi is azt tapasztaljuk, hogy amikor előbújunk aszexuálisként, vagy rövidítve aszexként, akkor ilyen megjegyzéseket szoktunk kapni, hogy jaj, te szegény, hát téged nem érdekel a szex, pedig annál szuperebb dolog a világon nincs meg, ó, jaj, mennyire rossz lehet neked. És nem, az aszexualitás nem azt jelenti, hogy valakit nem érdekel maga a szexuális aktus, hanem azt jelenti, hogy egy aszex ember az nem vonzódik senkihez szexuálisan, se férfihoz, se nőhöz, se más nemhez. És ez lehet, hogy elsőre egy kicsit furcsa, nem nagyon szoktuk szétszedni azt, hogy szexuális vonzalom, illetve a szexhez való hozzáállás. Ezt valahogy úgy kell elképzelni, hogy az aszexualitás az egy szexuális irányultság, mondjuk olyan, mint a homoszexualitás, vagy a heteroszexualitás, vagy a biszexualitás, vagy stb. És mondjuk egy homoszexuális ember a saját neméhez vonzódik, egy hetero ember a másik nemhez, egy aszex meg nulla darab nemhez. Tehát magyarul akkor a aszexualitás ebben a definícióban az azt jelenti, hogy olyan emberek, akik nem vonzódnak emberekhez szexuális szempontból. De jól tudom, azért ez egy nagyon nagy gyűjtőfogalom, amiben nagyon sokfajta viselkedés, attitűd beletartozik. Ezt nagyon jól tudod. Azt szoktuk mondani, hogy az aszexualitás az egy spektrum, a dolgok nem fekete-fehérek, és ezt mindjárt a következő szín, amit itt mondani fogok nektek, mutatni fogja, ugyanis beszélünk úgynevezett szürke aszexualitásról, olyan emberekről, akik hébe-hóba 4 évente 2-3-szor éreznek szexuális vonzalmat, de nem folyamatosan, és mondjuk nem annyira erősen, hogy ők nem aszexuálisként azonosítsák magukat. És itt bedobnék egy kifejezést egyébként, mert ezt valószínűleg később is fogom majd használni. Aki nem aszexuális, azt alloszexuálisnak nevezzük. Ez az aszex közösségen belül egy megnevezés arra, aki hetero, homo, bi, pán, stb., tehát nem aszex. Az aszexualitás definíciójában vannak különbségek. Az egyik az, amit a Gábor mondott, a másik az, amit te mondtál, és hogy a definíció az ebből a szempontból lényegtelen, hanem az, hogy a kutatások azt mutatják, hogy az aszexek között magasabb arányban vannak a nők, és erről neked mi a tapasztalatod? Erről nekem az a tapasztalatom, hogy ha két különböző definíciót veszünk, akkor viszont nagyon fontos, hogy hogy definiáljuk. Amiről én most beszélek, az aszexualitás, mint szexuális irányultság, tehát a szexuális vonzalom hiánya, teljes vagy részleges hiánya, ezt meg tegyük hozzá. És erről egyébként olyan kutatási adatok vannak, hogy valóban több az a nő, aki aszexként előbújik, kevesebb a férfi, viszont amilyen kutatást ismerünk aszex közösségekről, azok azt mutatják, hogy az aszexek között nagyon sokan vannak olyanok, akik nem binárisként azonosítják magukat, vagy mondjuk túllépnek ezen a férfi-nő kettősségen. És ha most azt nézzük, hogy férfi-nő, hogyha erről a két nemről beszélünk, akkor igen, több aszex nő van, aki elő van bújva, mint az előbb is mondtam. És igazából erről nincs normális kutatásunk, és nem nagyon tudjuk, hogy ez mi az ördög. Én személy szerint azt gondolom, hogy nőként sokkal könnyebb előbújni aszexként, mint férfiként. Mert férfiként egész egyszerűen, hogyha nem azt mutatod, hogy te aztán mindig bárkit röptében is, meg a legyet, meg a nőket, meg a nem tudom kit, akkor az azonnal iszonyatosan sok negatív sztereotípiát von maga után. És természetesen nőként is rengeteg elképzelés kapcsolódik ahhoz, hogy hogyan kellene nekünk megélnünk a szexualitásunkat, de nőként azért könnyebb azt bevallani, hogy hát most akkor én nem vonzódok, és szerintem itt megint bejön az, hogy nagyon sokan félreértik az aszexualitást, és amikor előbújunk, hogy aszexek vagyunk, akkor rögtön az jut az eszükbe, az a gondolat van a fejükben, hogy ja, hogy te most éppen nem akarsz szexelni, de ott van a fejük hátuljába, hogy de majd a jövő héten fogsz akarni. Világos. És szerintem ezért nagyon fontos beszélni a definíciókról, mert ez a két definíció, ez két teljesen különböző irányba visz minket el. Szuper. Annyit szerettem volna kérdezni ezzel kapcsolatosan, hogy
hogy erre ugye nincs akkor azt mondatott statisztika. Arra, hogy körülbelül mondjuk az emberiségnek körülbelül hány százalékát érintheti az aszexualitásnak a spektruma, arra van hozzávetőleges becslés? Amilyen becsléseink vannak, és ez egy meglehetősen hozzávetőleges cucc, olyan nagyjából 1% körül szoktuk mondani, és ezt a számot egyébként én úgy szoktam hivatkozni, hogy ez egy olyan kutatás volt, ami nem önbevalláson alapult, hanem volt egy rakat kérdés, és a kérdések között volt egy olyan, hogy és te kihez vonzottál már életed során, és akkor volt, hogy saját nememhez, másik nemhez, ezek között volt egy csomóféle variáció, és volt egy olyan válaszlehetőség, hogy még soha nem vonzottam egy nemhez se, és azt 1,05% x-elte, úgy nagyjából ez egy nagy-britanniai kutatás egyébként. És egy kicsit azért vagyok gondban ezzel a számmal, mert ez a szám valószínűleg, hogy nem foglalja magába azokat, akik mondjuk, amit az előbb is mondtam, szürke a szexuálisok, tehát valamikor vonzottak, már csak nagyon ritkán vonzódnak, vagy mondjuk akár a demiszexuálisokat sem, akiket szintén az aszex ernyő alá tartozónak sorulunk. A demiszexuálisok azok olyan emberek, akik akkor éreznek szexuális vonzalmat, ha már kialakult bennük egy erős kötődés a másik iránt. És ez az nagyjából 1%, ez valószínű, hogy ezeket az embereket nem fedi le. Azért akkor visszatérve arra, hogy pontosan mi az, amit ez a aszexuális spektrum lefed. Itt azért akkor ugye beszéltünk, van azok az emberek, akik ugye egyáltalán semmilyen szinten nem éreznek emberrel kapcsolatosan vonzalmat. Ugye akkor beszéltünk ezekről a szürke aszexuálisokról, akiknek bizonyos alkalmakkor, bizonyos helyzetekben, ahogy mondtad, néhány évente, vagy valamilyen nagyobb ritkasággal van szexuális vonzalom, és ugye a spektrum másik végén van a demiszexuális, aki egyébként érez szexuális vonzalmat, de mondjuk önmagában attól, hogy egy szép női, vagy férfi, vagy bármilyen testet lát, vonzó embert lát, önmagából ettől benne nem indul el a szexuális vonzalom, hanem alapvetően egy ismeretség, egy mélyebb kötődés, vagy egy mélyebb ismeretség esetén tud ez benne megjelenni. Picit ahhoz hasonló modellben, mint ahogy mondjuk a 19. században a női szexualitásról, főleg a viktoriánus korban beszéltek, tehát ahhoz hasonlóan. Nyilván ez egyébként egy teljesen standard viselkedési minta volt elvárások szintjén mondjuk a 19. század, 20. század elején nőkkel kapcsolatosan. Ez egy nagyon izgalmas dolog, de itt nem nagyon eltérő dolgok vannak így összegyűjtve. Ezek biztos vagy benne, hogy ez hogy jön össze teljesen egybe? Így. Én alapvetően nagyon kevés dologban vagyok biztos. Azt tudom, hogy most az aszexualitás spektrumnak tartjuk, és ahogy te is mondtad, vannak a 100%-osan aszexek, akik soha az életbe se, aztán vannak azok, akik szürkék, demik, akik néha igen, a szürkéknél hébe-hóba valamikor, a demiknél pedig van egy előfeltétel, hogy valamilyen erős kötődés kialakuljon, az lehet szerelem, erős barátság, plátói vonzalom, amit akarsz, csak legyen meg ez az erős kötődés. És szerintem itt az a fontos, hogy különbséget tegyünk a viselkedés meg a belső beállítottság között, mert hogy nőként azért az ember nagyon gyakran találkozik azzal, hogy állandóan meg akarják neki mondani, hogy mit csináljon, hogy csinálja, milyen pozícióban csinálja, kivel csinálja, meg milyen napokon, meg stb. És nagyon gyakran hallani azt, hogy hát a demiszexuálisok, hát az az alapbeállítás, nem, hát mindenki ilyen, és nem, a demiszexualitás az nem arról szól, hogy valaki meg akarja várni a harmadik randit a szexig, hanem egész egyszerűen vonzalmat nem érez egészen addig, ameddig ki nem alakul neki valami erős másféle kötődése, ami lehet 2 hét, lehet 3 hónap, lehet 9 év, ez nyilván mindenkinél más. És akkor ez nagyon-nagyon fontos, hogy szedjük szét a viselkedést, meg szedjük szét a vonzalmat, és ha már így rákérdeztél az előbb, az aszexuálisok amellett, hogy összeköti őket a szexuális vonzalom teljes vagy részleges hiánya, amellett iszonyatosan különbözőképpen állhatnak hozzá magához a szexhez, úgy egyébként, mint egy hetero ember, vagy egy meleg ember, vagy egy biszexuális ember. De mik ezek a hozzáállások, tehát a szexualitásban? Ugye ez egyik fajta, amit az emberek fejében él az elképzelés, valaki undorodik, vagy egyszerűen azt mondja, hogy teljesen hidegen, hogy a szex. Most ehhez képest léteznek ugye teljesen más attitűdök is. Mik ezek? Én szétszedném az attitűdöket 2 nagy csoportra. Az egyik csoportba azt tenném, hogy valaki hogy áll hozzá magához a szexhez a saját privát életében, illetve a másik csoportba azt tenném, hogy hogy áll hozzá valaki a szexhez nagyobb társadalmi kontextusban. És akkor nézzük először a személyes hozzáállást. Személyes hozzáállásként megkülönböztetünk 4 különböző viszonyulást, és ezeket a mi egyesületünk fordította le magyarra, és valami olyasmit találtunk ki, hogy szexkedvelő, szexközömbös,
szexellenes és szexundoros. Uh-huh. És akkor úgy érzem, hogy ezek a nevek eléggé elárulják, hogy akkor az ember hogy áll hozzá a szexhez. Nyilván, aki szexundoros, az undorodik a szextől a saját privát életében. És hogyha nézzük a társadalmi kontextust, akkor az ember lehet úgynevezett szexpozitív, szexneutrális vagy szexnegatív, és ezek, amiket mondtam itt, ezek mindenféle kombinációban elképzelhetők. Tehát lehet, hogy valaki mondjuk abszolút szexpozitív, és azt mondja, hogy a szex szerintem egy szuper oké dolog, legyen konszenzuális, aztán pont ennyi, de mondjuk lehet a saját életében szexundoros, hogy én aztán az életben soha senkivel sem, mert hogy ott van az a rengeteg testnedv, meg mit tudom én, annyi minden valamit én nem akarok. És hogy tényleg bármilyen kombóban elképzelhetők, ugyanúgy, mint egyébként egy hetero vagy egy meleg, amit az előbb mondtam, stb. Ember életében is. Általában egy melegnél, vagy egy heterónál, vagy egy bi embernél ez nem nagyon merül fel, mert hogy neki tudjuk a szexuális irányultságát, és onnantól kezdve nem érdekel minket úgy alaposabban. Egy aszexnél, meg amikor megtudják, hogy hát nem vonzódunk, akkor rögtön kérdeznek, hogy de amúgy hogy állsz a szexhez, meg amúgy maszturbálsz, meg egyébként mit gondolsz a Brad Pittnek a lábáról, stb. Ha már az önkielégítés szóba került, hogyan hozható össze az aszexualitás az önkielégítéssel? Nagyon könnyen. Egy aszex embernek lehet magas libidója, alacsony libidója, nem létező libidója, úgy, mint egyébként egy nem aszex embernek. És mondjuk, ha egy aszex embernek magas libidója van, akkor azt miért ne elégítenék ki mondjuk saját magával? Azért az embernek saját maga általában mindig kéznél van, és szerintem a legtöbben, erről nem tudok kutatási adatokat, de valahogy azt feltételezem, hogy a legtöbb ember nem azért maszturbál, mert saját magához vonzódik, hanem mert ki akar elégülni. Aszex körökben egyébként erre kajás példákat szoktunk hozni, hogy lehet, hogy mondjuk nem szereted a gombát, de hogyha nagyon éhes vagy, akkor megeszed a gombát. Tehát mondjuk kimondottan nem vágysz arra, hogy bárkivel szexelj, de ha mondjuk ki akarsz elégülni, akkor a szex mondjuk az egy egész jó megoldás arra, hogy kielégülj, és akkor ezt csinálhatod adott esetben magaddal is. Világos. Hát, bocsánat, ezt értem, csak ugye úgy általában úgy szokott lenni, hogy a szexualitás irányulhat magam fele, egy másik ember fele, tárgy fele, állat fele, tehát hogy ez egy megélt szexualitás. Az autoerotikus viselkedés, az egy szexuális viselkedés. Tehát egy aszexuális, akinél nincs vagy csökkent a szexuális vágy, ott a szexuális irányultság az akkor megvan önmaga iránt. Nem, és szerintem itt két tök különböző dologról beszélünk, mert nekünk nagyon fontos az, hogy mi nem a vágyról beszélünk, hanem a vonzalomról. Én nem vonzódom senkihez, de attól még lehet libidóm, lehet alacsony, lehet magas, lehet bármilyen. Értem. Ezzel kapcsolatosan, ahogy beszéltél arról tehát a szexhez való hozzáállásról, azért egy csomó minden más típusú dolog bekapcsolt, hogy azért a szexnek a definíciója, vagy a szexualitásnak a definíciója, erre is ugyanúgy, ahogy az aszexualitásnak nagyon sokfajta modell létezik. Nyilván a klasszikus modell, amit az emberek elképzelnek, hogy itt most két vagy több ember egymáshoz érve valamit csinál. Na de azért a szexualitásnak a spektrumban nyilván beletartozik ugye az autoerotika, az ember saját magával megél dolgai, és nagyon sok minden, amit a kink spektrumon szoktak mondani, tehát az olyan típusú dolgok, fétisek, élettelen tárgyak, fantáziák, akár fantázia lényekkel élt szexuális viselkedés, ami nem embert, vagy nem egy másik embert jelenti. Tehát, hogy ezek szerint jó néhány a szex beletartozik, tehát mondjuk akár kink módon él szexuális életet, annélkül, hogy mondjuk más emberrel élni ezt meg? Vannak kinki a szexek, igen. Szerintem itt megint csak arról van szó, hogy szétszedjük azt, hogy egy aszex ember szexelhet ezer okból. Uh-huh. Egyébként nem ezer okból, de az én egyik kedvenc kutatásom szerint 237 okból szexelnek az emberek, és ebből csak az egyik a szexuális vonzalom. Tehát akkor számoljuk ki, 237-ből egy, mindjárt előveszem a telómat, az 236. Tehát, hogy azért nekünk is van 236 okunk arra, hogy szexeljünk. És ezek között az okok között, hogy visszatérjek az előbbi kérdésre, mondjuk egy iszonyatosan valid ok az, hogy mert be vagyunk gerjedve. Uh-huh. Vagy mondjuk azért, mert esik az eső, és nem lehet kimenni sétálni, és unatkozunk, és pont ott van egy partner, akit amúgy szeretünk, meg kedvelünk, vagy mert gyereket akarunk, vagy mert egyébként a kink cuccokat tök jónak tartjuk, meg izgatónak. Ezt egy aszex is ugyanúgy megélheti, mint egy nem aszex. Uh-huh. Tehát vannak olyanok, akik alapvetően szigorúan nem emberre vágyva, de mondjuk fétisekhez vonzódnak, és őket aszexnek soroljátok be ebben az esetben, ha egyébként neki emberre vonatkozóan nincsen vágya. Pontosan, ha emberhez nem vonzódsz, akkor aszex vagy, és teljesen mindegy, hogy egyébként szereted a lakcsizmákat, vagy nem tudom, szereted megszórni a partneredet fahéjjel, és azt lenyalogatni róla, ez teljesen mindegy. Uh-huh. Vonzalom, ha hiányzik, akkor aszex uh-huh. vagy. Értem.
Azra szerettem volna még rákérdezni, hogy nyilván az aszexualitásnak, tehát ennek, hogyha ezt egy irányultságnak fogjuk föl, akkor ezek szerint nincsenek is tudományosan úgymond okai, vagy ennek a kialakulását. Van léteznek erre olyan valid elméletek, amikre te egyetértesz, elfogadsz, vagy azt mondod, hogy ugyan vitatod, de vannak benne akár jó megállapítások? Erről semmifélét nem tudunk, és igazából én akkor szoktam elkeseredni egy iciri-picirit, amikor azt mindig megpróbálják firtatni, hogy de én miért lettem aszex, de az soha, hogy mondjuk a szomszéd Józsi miért lett hetero. És hogy ez szerintem egy ugyanolyan valid kérdés. Egyébként persze kutassunk mindent, az ember egy kíváncsi lény, de engem valahogy az érdekel, hogy egy illető ember ilyennél fejlődött, és hogyha az ember jól érzi magát a bőrében, abban a helyzetben, amiben benne van, akkor minek őt piszkálni, és minek őt azzal zaklatni, hogy de te miért lettél ilyen. És nagyon gyakran igazából azt veszem észre, hogy akkor, amikor beszélünk emberekkel arról, hogy na de te miért lettél aszex, akkor tegyük félre azt, hogy én nem lettem, hanem én így fogantam, hanem inkább mindig valamilyen invalidálási szándékot érzek mögötte. Mert hogy még nem találkoztál velem, de most már ismersz, és rögtön elkezdesz vonzódni hozzám. Nem vonzódok hozzád, még akkor se, ha ismerlek. És ugyanúgy, ahogy azért ma már nem igazán kérdezzük, hogy na hát a Józsi miért lett meleg, mert hogy egész egyszerűen a Józsi meleg és ő így boldog. Hát azért vannak elég komoly kutatások, tehát pontosan a genetikával kapcsolatosan nagyon ambivalens kutatások vannak, de hogy ezért azzal kapcsolatosan például pont a homoszexualitással, mint hogy örökölhető, hogy van-e genetikai háttere, ezzel kapcsolatosan azért folyamatosan folynak kutatások. Igen, és azzal tök egyetértek, amit az előbb mondtam, hogy persze kutassunk, de hogy te is mondtad, nem igazán jutottak még konszenzusra, és a szex körökben, amikor az aszexualitást irányultságként definiáljuk, hogy a szexuális vonzalom teljes vagy részleges hiánya, ilyen genetikai kutatások nem léteznek, és egész egyszerűen, amikor az utca embere odajön, hogy belénk kössön, akkor ő valószínű, hogy nem a genetikai kutatások alapján teszi ezt, hanem egész egyszerűen csak trollkodni akar. És ez szerintem egy tök fontos dolog, hogyha valaki boldog, akkor hagyjuk már boldognak lenni. Világos. Azért vannak, említettél a sztereotípiákat, nyilván a másik ilyen klasszikus sztereotípia az aszexualitással kapcsolatosan, hogyha nem mondjuk valami fajta csökkenő hormonszint, vagy egyéb áll a hátterében, akkor valami trauma, vagy gyerekkori, vagy fiatalkori abúzus lehet az oka annak, hogy valaki mondjuk a szexet így teljesen emberek iránt nem érez vonzalmat. Ezzel kapcsolatosan mit szoktatok mondani? Ezzel kapcsolatosan azt mondjuk, hogy az aszexualitás az teljesen más, mint a hipoaktív szexuális vágyzavar például, amikor valakinek valóban a vágyal vannak gondjai. Ez két teljesen különböző dolog. Illetve azt mondjuk, hogyha aszex körökben egyébként pontosan azért, mert mi se vákumból jövünk, hanem mindannyian valamilyen társadalomban élünk, iszonyatosan sok az autosztereotípia, és rengetegszer hallani ilyet aszex körökben, hogy dehogy én nem tudom, hogy miért lettem ilyen, de azért ez nem normális úgy igazából, meg hogy meg kéne magam nézetni, meg hogy el kéne mennem pszichológushoz, és amúgy kire nem félre egy jó pszichológus, ugye őszintén, de pont ebben a témában én ezt nagyon veszélyesnek tartom, mert ezek az autosztereotípiák, ezek nem csak úgy légből kapódnak, hanem ezek azért hatolnak belénk, hogyha élhetek ezzel a képpel, mert hogy olyan társadalomban élünk, amilyenben, és hogy mindig ezeket halljuk mindenhonnan. És hogyha valakinek mondjuk bármilyen hormonja hiányzik, persze menjen el orvoshoz, nézesse meg magát, és hogyha mondjuk ez az állapot veszélyes ránézve, akkor azt kezelje, és ezt aszex körökben is nagyon fontosnak tartjuk, hogy igen, hogyha valakinek bármilyen baja van, akkor menjen orvoshoz, menjen ide-oda-amoda, de hogy csak azért, mert a vonzalom hiányzik belőle, attól ő még nem lesz beteg. Az Egyesület tapasztalatai alapján mikor kezdenek az emberek rájönni arra, hogy ők aszexuálisok? Az Egyesületünk tapasztalata az, hogy az olyan öreg lények, mint én, akik már 42 évesek, azok nagyon későn jönnek rá, egész egyszerűen azért, mert amikor én kamasz voltam, még nem volt internet, még melegekről is csak így félfüllel hallottam. Viszont most már azok a kamaszok, akik hozzáférnek idegen nyelvű anyagokhoz, tudnak annyira angolul, magyarul, még egyébként nagyon kevés az anyag, és ami anyag van, azt mi csináljuk. Illetve az az anyag, amit nem mi csinálunk, az pedig helytelen, mert lehet olvasni mindenféle szörnyűséget. De hogy az a tapasztalat, hogy most már jóval könnyebben rájönnek az emberek jóval fiatalabb korukban, és
ilyenkor mindig felszokott vetődni az a kérdés, hogy de hát még csak 17 éves vagy, Julikám, hogy jelenthetsz magadról ilyet ki? Akkor én mindig azt gondolom, hogy a Julikát senki nem zaklatná, hogyha a Julika heterónak definiálná magát. Akkor senki nem menne oda, hogy de kicsikém, te olyan fiatal vagy, nem lehet, hogy leszbikus vagy, ha nézd már meg a Klárit, milyen jól néz ki. És szerintem itt az a fontos, hogyha valaki az élete adott szakaszában úgy érzi, hogy egy szó illik rá, és ő azzal boldog, akkor hagyjuk már. És hogyha majd a Julika 22 évesen rájön, hogy ő egyébként pánszexuális, csak mit tudom én, valóban alacsony a libidója, akkor majd ő boldog lesz 22 évesen azzal a címkével. De hogy annak igazából nincs sok értelme, hogy emberektől megpróbáljuk elvenni azt, amit ők gondolnak magukról. Volna arra az egyesületben tapasztalat példa, hogy mondjuk idősebb korban jelentkezik az a szexualitás, vagy pedig ez ugyanúgy, mint a szexuális irányultság mondjuk elég régóta megvan? Hát, mi nagy barátai vagyunk a szexuális fluiditásnak, viszont azt nagyon fontosnak tartjuk, hogy azért, mert valaki idősebb korában nem kívánja a szexet, attól ő még nem a szex. Ha a vonzalom múlik el belőle, akkor persze, akkor ő a szex, de mondjuk azért, mert már 67 éves és 45 év ugyanaz a partnere, és megunta, az nem a szexualitás. Egyébként persze változhat minden, és erre vannak valóban kutatási eredmények, hogy a szexuális irányultság valóban lehet fluid. Megint csak azt tudom mondani, hogy ez belülről fog jönni, nem azért, mert a szomszéd mondja, meg nem azért, mert a pszichológusom kitalálta. Még egy érdekes fogalmat szerintem érdemes tisztázni, ami nagyon sokszor felmerül a szexualitással kapcsolatosan, mégpedig az, hogy így azokhoz a mélyebb érzelmi kötődésekhez alapvetően hogyan állnak és hogyan állhatnak mondjuk az aszexuálisok, amiket mondjuk akár szerelemnek, akár hasonló ilyen mélyebb érzésekhez szoktuk nevezni, de egyszerűsítve mondjuk szerelem. Aszex körökben szétszedjük a romantikus és a szexuális irányultságot, és mindjárt kitérek arra, hogy ez nem csak egy ilyen aszex agymenés, hanem ez egy nem aszex embernek is full releváns lehet. Szóval attól, hogy az ember aszexuális, rendelkezhet bármilyen romantikus irányultsággal, lehet mondjuk homoromantikus, amikor a saját nemébe szeret bele, lehet heteroromantikus, mikor a másik nembe szeret bele, biromantikus, párromantikus, stb. Tehát ezt mi ugyanúgy kezeljük, mint a szexuális irányultságokat. És az az ember, akinek a romantikus és a szexuális irányultsága eltér, azt az embert keresztorientáltnak nevezzük. Mondjál erre egy példát, hogy ki lehet elképzelni. Például van egy nő, aki aszexuális, nem vonzódik egy nemhesse, de homoromantikus, nőkbe szeret bele. Na, ő keresztirányult. Hogyha valaki aszexuális és aromantikus, tehát a romantikus vonzalom is hiányzik belőle, akkor ő nem keresztirányult. És erre tudok számokat. Aszex körökön belül amilyen kutatások léteznek, hát a legnagyobb elemszám az szerintem ilyen 1600-as volt, tehát hogy én belátom, hogy ez nem egy őrült nagy szám. Minden esetre nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy úgy 20-valahány százaléka az aszexeknek aromantikus, és 70-valamennyi, pedig bi, pán, homo, hetero, stb. Romantikus, tehát több mint 70% az aszexeknek keresztirányult. És most kitérek egy kicsit arra, hogy ez miért lehet fontos a nem aszex embereknek is. Az ember lehet úgy is keresztirányult, hogy nem aszexuális. Lehet például, én ismerek is személyesen ilyen embert, lehet valaki mondjuk biszexuális, két vagy több nemhez vonzódik szexuálisan, de homoromantikus, csak a saját nemébe szeret bele. És ez bármilyen kombinációban elképzelhető. A legviccesebb mondjuk szerintem az, hogyha valaki homoszexuális, de heteroromantikus, tehát ez a két irányultság, ez itt teljesen... Tehát ő a saját nemével ér az igazából nemi vonzalmat, de a másik nembe tud érzelmileg vonzódni. Igen, mondjuk ilyenről én konkrétan még nem hallottam gyakorlatban, de egyébként nyilván elképzelhető. Én se hallottam ilyenről, viszont annyian vagyunk a Földön, biztos, hogy van ilyen is. Világos. Mondjuk nyilván itt azért az érzelmekkel kapcsolatosan azért talán még izgalmasabb a történet, vagy még bonyolultabb a történet, hiszen az, hogy az ember nem élt meg valami fajta érzelmi spektrumot az életében, azt, amíg véget nem ér az élete, addig nem mondhatja ki, hogy még nem lesz, nem fog érzelmileg vonzódni akármilyen nemhez, de abban abszolút izgalmas ez a modell, ami nem kizárólag a szexuálisoknak lehet érdekes. Nyilván vannak azok az emberek, akiket azt mondod, hogy ők teljesen a szexualitás, nem éreznek szexuális vonzalmat, nincsen alapvetően aromantikusak is, de pont azok az emberek, akik mondjuk valamilyen módon szociális kapcsolatokban vannak benne, akár emberi
hasonló kapcsolatokban, mint mondjuk párkapcsolatok, társkapcsolatok, ők hogyan élik meg a hétköznapjait, milyen stratégiák léteznek erre, milyen modellek léteznek erre. Igazából itt megint csak szét kell szednünk azt, hogy mi az illetőnek az attitűdje a szexualitásra vonatkozóan. Uh-huh. Mert hogyha mondjuk van egy olyan aszex ember, aki full a szex, viszont szex pozitív és szex kedvelő, és neki van egy partnere, azzal ugyanúgy meg tudja élni a szexualitását, mint egy hetero, vagy egy homo, vagy egy stb. Ember. Hogyha van mondjuk egy olyan ember, aki aszex, és emellett mondjuk van benne egy erős szexundor, akkor az már nyilván nehéz. És egyébként az egyesületen kívül nekünk van egy zárt Facebook csoportunk is, és ott nagyon gyakran szoktak ilyen diskurzusok menni, hogy hát nekem van egy partnerem, aki egyébként alloszexuális, és hogy akkor mit csináljak, mert hogy én aszex vagyok, és még szexundoros is, van-e bármilyen javaslatotok? És olyankor mindig ugyanaz a javaslatunk, hogy kommunikálni kell és kompromisszumokat kötni. Abszolút menedzselhető egy olyan kapcsolat, ahol az egyik fél aszex, a másik pedig alloszex, de ugyanúgy, mint ahogy mondjuk a legstandardabb hetero kapcsolatokban is, azért nem árt, ha az ember kommunikál a partnerével, meg nem árt, hogyha kompromisszumkész. Ugyanúgy egy aszex kapcsolatban is ez fontos, sőt, talán még fontosabb, és egyébként van egy rakat nagyon-nagyon jó példánk Magyarországról is, hogy ilyen kapcsolatok tudnak működni. Az ilyen kapcsolatokat ki lehet nyitni. Tehát a szexualitást effektíve az allószex ember mással éli meg? Például, igen. Uh-huh. Természetesen ez akkor nem működik, hogyha ők egy mindenképpen monogám kapcsolatot akarnak, akkor bármilyen más dolgot kell kitalálni. Ilyenekre szoktunk olyan megoldásokat javasolni, hogy ha te nem akarsz mással megélni szexualitást, akkor ott vagy saját magadnak, ezt az alloszex félnek, és akkor persze megint ott vagy, de az alloszex fél szeretni az aszex féllel megélni a szexualitást. Uh-huh. Ha az aszex fél ezt nem akarja, akkor az egyértelmű, hogy a mi tanácsunk az az, hogy senki ne tegyen saját magán erőszakot. Tehát, hogyha valaki nem akar szexelni, akkor az nem olyan, mint a mosogatás, hogy hát én utálok mosogatni, de itt van ez a két koszos edény, azért most ezt elmosogatom helyetted. Ez nem egészen így működik. Nyilván azt, hogy bármilyen típusú szexualitással teli kapcsolatban is lehet, vagy pontosan így van, hogy az ember ne erőszakolja meg magát. Ami még ezzel kapcsolatosan kérdeznék, hogy például a gyerekvállalással. Milyen módok, milyen stratégiák vannak? Tehát vannak-e olyan aszex emberek, akik egyébként vágynak gyerekre, családot alapítani, egyebek? Rengeteg ilyen aszex ember van. Megint csak ott a lehetőség, hogy aszexként megpróbálkozhatsz a régi jól bevált természetes móddal. Esetleg adoptálhatsz, ha nem vagy egyedülálló, mint tudjuk. Rengeteg olyan aszexet ismerek, akinek olyan a partnere, aki hozott gyereket. És akkor az alloszex partnernek van gyereke, őt nevelik békés egyetértésben. Azért itt is van rengeteg megoldás, mesterséges megtermékenyítés. Ismerek egyébként olyan aszexeket, akik szeretnének gyereket, nők, és szexundorosak. Hát nekik valószínű ezt nehezebb lesz megugorni. Például arra van bármifajta minta, hogy mondjuk második generációban bármifajta módon ez az aszexualitás, mint most ez idézőjel öröklődik, vagy továbbivődik? Tudsz ilyenről példát? Erről nem igazán tudunk semmit. Ismerek embereket, akiknek a valamelyik szülője szintén aszexnek definiálja magát, de ezek megint csak random arcok, tehát ebből aztán semmilyen következtetés nem lehet levonni. És megint csak visszatérnék arra, hogy egyelőre nem tudjuk, hogy mitől alakul ki az aszexualitás. Világos csak, hogy akkor vannak-e példák arra, hogy mondjuk második generációban is ugyanúgy megjelenik ez az aszexualitás, hogyha mondjuk egy aszex embernek gyereke van. Uh-huh. Hát figyelj, ismerek rengeteg aszex embert, és mondjuk a renget, mondjuk azt, hogy ismerek 217 olyat, akinek van gyereke, ebből két ilyen sztorit tudok. Világos. Mekkora jelenleg a magyarországi aszex közösség? Az egyesületünkben 18-an vagyunk, és amikor megalakultunk, akkor az egy elég nagy móka volt, ugyanis kitaláltam, hogy legyen egy egyesületünk, legyen valamiféle hivatalos alapja annak, amit csinálunk, és akkor ahhoz kell 10 ember. És azt a 10 embert, azt mi tényleg lepkehálóval hajkuráztuk. Nagyon-nagyon nehéz volt őket összeszedni. Senki nem akart nevet adni, arcot adni, ami iszonyatosan jól mutatja, hogy ez egy ciki identitás. És hozzáteszem, hogy nyilván ez egy nagyon könnyen eltitkolható identitás, mert hogy én megyek az utcán, senki nem látja rajtam, hogy mi van, ellenben, ha mennék a barátnőmmel, azért úgy leesne a legtöbb embernek, hogy itt egy leszbikus. A zárt Facebook csoportunkban úgy nagyjából 1000 körül vagyunk most, és ezek az emberek nagyrészt aszexek, van néhány támogató, illetve beszoktunk engedni olyan embereket is, akik nem igazán tudják, hogy ők benne vannak,
rajta vannak ez a szex spektrumon, vagy nem. Nagyon sokan jelentkeznek úgy, hogy hát én nem igazán tudom, hogy mi van velem, és akkor mondjuk, hogy gyere be, nézd körül, ha úgy érzed, hogy ide tartozol, szívesen várunk, ha úgy érzed, hogy ez nem a te utad, akkor pedig megköszönjük az ismerettséget, és ennyi. Uh-huh. És még annyit hozzátennék, hogy amikor hozzánk belép valaki, akkor van 3 kérdés, amire válaszolni kell. És többször tapasztaltuk már azt, hogy emberek így válaszolnak a kérdésekre, hogy hát én nem vagyok aszex, de ismerek valakit, aki. És akkor írni szoktunk nekik privátban, hogy na hát akkor mi lenne, ha annak a valakinek javasolnád, hogy lépjen be, és akkor rögtön kiderül, hogy ja, igazából én vagyok aszex, csak cikinek tartottam bevallani. Uh-huh. Mik azok a tényezők, amiket mondjuk így nagyon egyszerűsítve elmondanál, hogy ha ezt így érzékeli magán valaki, akkor ő akár lehet, hogy aszex. Mik azok a tipikus dolgok, amiket mondjuk embereknél láttál, akik beléptek hozzátok, és úgy aszexként definiálják magukat? Hát ez egy nagyon nehéz dolog, mert a szexuális vonzalom hiányát iszonyatosan nehéz észrevenni, mert hogy mindenhonnan az ömlik, hogy muszáj vonzódni, és ha nem a másik nemhez, legalább vonzódj el, édes leányom, a sajátodhoz, még az is jobb, mintha senkihez. Nagyon gyakori tapasztalat az, hogy amikor az ember elkezd kamaszodni, akkor csak így néz, hogy mi történt itt mindenkivel. Hogy egész egyszerűen nem tud sehogy viszonyulni ahhoz, hogy mindenki elkezd randizni, mindenki pusmorog a fiúkról, a lányokról, a nem tudom én kikről, és emlékszem, hogy a saját kamaszkorom is nagyjából így telt, hogy így néztem, hogy ezekbe az emberekbe meg mi ütött. Úgyhogy ez egy elég erős indikátor. Ilyeneket szoktunk még mondani, hogy ha valaki nem nagyon tud kapcsolódni ahhoz, amit a filmvásznon lát, amit állandóan le akarnak nyomni a torkunkon, hogy ott a dínos film, menekülni kell, de azért bele kell erőszakolni egy ilyen halálgagyi szexjelenetet, meg a két főszereplőnek össze kell jönni. Viszont hát ez lehet, hogy csak egy simán jó ízlése van valakinek. Igen, ezt akartam, hogy tehát alloszexként is gondolhatja az ember, hogy na hát ez halálgagyi ez a sztori. Viszont igazából szerintem az lenne a lényeg, hogy ha valaki azt érzi, hogy hát lehet, hogy én rajta vagyok a spektrumon, akkor egész nyugodtan olvasson utána. Mi az Egyesületben tártkarokkal várjuk, a Facebook csoportban szintén tártkarokkal várjuk, és amit az előbb mondtam, hogyha esetleg kiderül, hogy ő mégse a szex, akkor nagyon szépen köszönjük. Értem. Ennyi volt. Értem. Nagyon, nagyon izgalmas volt. Nagyon szépen köszönjük akkor Súlyok Viktóriának a beszélgetést, és ha valaki úgy érzi, hogy ezek a dolgok illenek rá, vagy utóbb szeretnének olvasni, akkor megtalálják a csoportotokat ugye a Facebookon. Ha pedig írnátok, véleményetek van a mai adásról, akkor írjatok nekünk a szokásos csatornákon, akár az Facebookon, akár az Instagramon, akár pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet! Én köszönöm a lehetőséget!